101 Reykjavik. Használt kotont? Menj a francba! Miért nem kell félednek te is? Miért? Átbaszol! Szevasztok! Hácsá! Tiszta ideg vagy, azt hiszed élőben ad a tévé? Nem, ez inkább az ismétlés. Rostúr elemzi az esti műsort. Ja! Iszol valami piát? Vagy inkább az árát kéred? Fordulj fel! Engem Hlinur Björn Hafsteinsonnak hívnak. Szombati napon születtem. Ma is épp szombat van. Az élet összvisz egy hét. Minden héten befalcolok. Ha feldobom a talpam, halott leszek, ahogy halott voltam születésem előtt is. Az élet rövid kirándulás a halál mesdjéjén. Nem lehetsz mindig halott. Keri Leibovitz. Hlinurt hívtad, ha nem tudnád. Több, mint való, hogy már itthon vagyok, úgyhogy brekegj rá valamit a rögzítőre, légy szíves. Így is hallom. Hlinur! Hlinur Björn! Beszédem van veled! Vedd fel azt a rohadt telefont! Tudom, hogy otthon vagy. Nem vagy képes kinyitni a pofát, te rohadék! Kapd be! Csak tudnám reggel, miért nem adnak pornót. Sokkal könnyebb kikászálódni, ha a farkad már végan ficánkol. Lehet, hogy éjjel kéne fölkelni. Legalábbis napkelte előtt. Hogy a napod mindjárt szebben induljon. Vajon milyen voltam gyereknek? Jó pofa voltam. Vagy komplett idióta?
Sosem volt szerencsém az ellenkező nemmel. Ami azt illeti, lehet, hogy egy szexuális csőd vagyok. Korán felkeltél. Vettem neked alsógatyákat. Mit? Ja. Itt van. Anyám egy bevásárlóközpontban dolgozik. Ő maga is egy bevásárlóközpont. Tetszenek? Egy kicsit konszag van itt nálad, nem? Így né. Mi az, fel sem bontod? Mit? A levelet. Úgy is elolvastad, nem? Azt írják, lenne neked valamilyen állás. Aj, micsoda öröm. Vegyél már fel valamit. Hogy? Mondom, öltöz fel. Egy ismerősöm jön vacsorára. Milyen ismerős? Lola Milagros. Ki? Egy lány. Spanyolországból. A flamenco táncugráról ismered? Most mit idétlenkedsz? Jaj, olyan undok tudsz lenni. Mikor nősz már fel végre? De anya... Ne haragudj, tudom, hogy semmi közöm hozzá. Húha, már itt is van. Lola! Szia! Szervusz! Olala! De hideg van. Igen. Most mondd csak, Lin úr. Mihez kezdesz az életben? Én? Te? Semmihez. Semmihez? Aha. Na, de milyen az a semmi? Hát olyan semmilyen, amilyen a semmi. Leginkább anyámra ütök, már amennyire apám engedi. Ő nagy és izmos. Én viszont kicsi és törékeny vagyok, mint egy újszülött. Az arcom csupán bekeretezi a szemüvegemet. Mi van? Mi nevette? Semmi. A világon semmi. Karácsonyi ajándék? Nem, karácsonyfa. Egy kaktusz lesz a karácsonyfátok. Jó fog kinézni égükkel, mint egy kopasz őszparokával. Ez most a menő? Csak újítani akartam. Erik miatt találtuk ki. Erik? Még szép, képzel csak. Első karácsony a jégbirodalmában, így a sivatagban érzi magát. Fú, meg lehet itt dögleni. 42 Celsius fok alatt ő döglik meg.
Segítsek? Köszi. Erik, szia, édes pici kincsem. Gyere ide szépen. Vigyázz, ne szaladj el. Lassan. Jó, nyugi, nem harapok. Így. Hol szerezted? A kaktuszt? Hogy is hívják tól? Mári sógora hozta, a bolhapiacos bevándor. Hogy mondhatsz már ilyet? Évek óta itt él már. Attól még az? Gyere, kicsikém. Mári, hogy bírod, hogy egy bevándorló kurogatja a húgot? Fogd be a pofád. Jobb, mint egy leguánnal. Miatt a követ csinálsz, faszkalap? Pattadj hátra! Nem futja téli gumikra? Na, szart se ér. Meg vagy húzatva, ez egy múzeális autó. Na. Király a féked! Mit lögdösölsz? Nem látod szemedtől? Mi az? Elmúlt a fehér folyás. A kocsma, az ember második otthona. Mindössze 35 négyzetméter alapterület zsúfolásig telve. Hozzá akkora zaj, hogy se beszélgetni, se táncolni nem tudsz. A szombat a péntek folytatása. Úgy beszélünk az előző estéről, mint egy szappanopera legutóbbi részéről. Csak itt hiába halsz meg az első részben, a folytatásban megint bekrepálsz. Lin úr, nem illik lelépni kefélés után, amint a másik elalszik. Nem bírok aludni. Miért nem? Hogy nem bírsz? Lány mellett nem tudok. Lánnyal nem tudsz aludni? Ezt hogy értsem? Elaludni még csak menne, de ciki mellettük ébredni. Ezért jössz-mész, ahogy jól esik? Amúgy nem is mentem el. Lén úr! Ne csesztes! Mi a franc van veled? Nem sülök el. Tudtam, hogy valami gáz van nálad. 4-ből 3-szor nem megy. Ezért vagy ilyen béna az ágyban? Hófi egyedül lakik egy 3 szobás kégliben. Szeretné benépesíteni mind a 3-at. Hát igen. Ennyit a fasz a hétvégéről. Jó reggelt! Szia! Minek van itt egy kép az öregről? Ja, apádról? Aha. Úgy csinálsz, mintha nem élne? Hogy mondhatsz ilyeneket? Nem szokás képeket kiaggatni, csak újszülöttekről, első áldozókról és halottakról. Befejeznéd végre? Apád ma is az életem része, és ami őt illeti, volt benne jó is. Ja, biztos jókat piáltatok. De fogtad. Sűrűbben kéne találkoznatok. Az este is összefutottam vele. Tegnap este? És? Egész normális volt. Lin úr! Lin úr, komolyan? Nem neked szól? Lin úr, várj persze, egy kicsit! Persze, megint. Merre hagyjuk a fenébe? Lin úr! Csúcsformában már volt. Meg se ismered az öregedet? Ezt örömmel hallom. Az apja vagyok. Ja! Jó estét! Valamit el akartam mondani. Lola nálunk tölti a karácsonyt. Mégsem karácsonyozhat egy nyomvat hotelszobában. Nem lenne jó 3-asban tölteni az ünnepeket? Ahó! Na, mit szólsz? A szobámban aludna, míg én felugrok Szigrun nővéremhez szilveszterezni. Jó. De csak ha füvet is hoz bőven. Lin úr. Karácsonykor itt nem lesz füvezés. Hogy? Csak mihez tartás véget. Kisfiam, itt az ideje leszoknunk.
szép telepi ócska piac. Az egyetlen műcsarnok Reykjavikban. Itt található Izland legtöbb kulturális kincse. Állatos kéne? Lehet, hogy jött, de nem biztos. Az attól függ. Mik vannak? Hát, van egy disznós, irdatlan nagy és kövér, aztán egy kutya hátulról jól beakasz neki, egy rühes kis dög. Ízlés dolga, de a disznó nagyot alakít. Egy filmsztár veszett el benne, ha bírja a gyomrod. Fincsi a szaga. Hogy adja? Csak ma, csak neked, megszámítom 3500-ért. Nincs valami Rudolftól, a rénszarvastól? Rénszarvas? Azzal nem szolgálhatok. Kár, esetleg pulykás nincs, direkt na, karácsonyt keresek. Eredj, eredj! Gyere már, Tröstúr! Tröstúr, lemerném fogadni, hogy megveszi Eriknek. Az utóbbi időben olyan magányos szegény. Egy nősténynek sem cserkészte be mostanság. Mári! De örülök neked! Hogy vagy? Kedves rokon, szevasz! Szép, nagyra nőttél! Na, mesélj, mi áradban vagy? Ajándékot vennénk. Jó, ti együtt vagytok. Aha. Hol a legjobb helyen jártok? Mutatok nektek egy szép fát. Jaj, ennek mindig neki megyek. Nézzétek, ő az abszolút környezetbarát karácsonyfa. Ja, gyere nyugodtan. Nem megy tönkre. Használhatjátok újra és újra. Nem kell félni, hogy a tűlevelek elárasztják a lakást. Nem kell folyton porszívózni. Nem kell. És nézzétek csak, látjátok? Árammal megy. Egyszerűen be kell dugni, és nincs vele semmi gond. És az ára? Igen, az ára legyen mondjuk 5500-ért megszámítom. 4000? Nekem volt majdnem 5000-ben, értsd meg. Csak 4000-en van. 5000, ez a vége. 4000. Figyelj, csak nektek 4500, rendben? De az asszonynak egy szót sem, mert elver. Rendben? Persze. Oké. Tudod, miért fehér a marmoró fűszűrője Amerikában, és miért sárga Európában? Nem. Hogy Keith Richards tudja, hol van. Elnézést, ne haragudj, bocsász. Ez a bigyó karácsonyfának készült. Igen, miért? Nem tetszik? Szerintem egy icipicit műnek tűnik. Műnek? Nem, dehogy is. 100%-ig izlandi. Akkor látnom kell azt az erdőt. Hát ezt megnézheted. Hát... így elég szegényes. Anya hol van? Kiugrott egy percre. De ne félj, anyuci haza fog jönni. Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Tessék. Jó estét. Jó estét. Lin úr bent van? Lin úr? Téged keresnek. Szia. Hát akkor boldog karácsonyt. Ja, kösz. A karácsony a legelviselhetetlenebb ünnep.
Minden évben Elza nővéremnél vacsorázunk. Kisfiam, ne legyél már ilyen búval bélelt. Hány inger kerülget, ha vidékre megyünk? Vidékre? Ez csak a peremváros. Akkor is az. Legalább az én kedvemért jó. Erőltesd meg magad. Elvégre nem temetésre megyünk. Családi vacsora és temetés közül az utóbbit választanám. Annyival is kevesebb hülye lenne. Tessék, olyan csicsás, mintha Las Vegasban lennék. Jönnek, Linurék! Na végre, sziasztok! Már alig vártunk. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt, Linur! Anyu szemüvege van rajtad. Az. Klassz a nyakkendő. Ugye? A barátnőjétől kapta. Na ne, barátnője na, na. Van. Úgy örülök neked, öcskös. Gyertek be, Nagyi! És amúgy mi van veletek? Nem panaszkodunk. És milyen volt nálatok tegnap? Igazán meghitten telt. Az időre értettem. Itt írtó nagy szél volt. Ne mondd. Nálunk egész kellemes az idő. Banán érlelő, ahogy Linur mondaná. Te tréfa, mester. Miért mondtál? Kerti sütést rendeztetek? Mik, Linur? Az volt a vacsora? Az hát. Nem esett túl sok hó odafent nálatok? De... valamicskével biztos több, mint itt lent nálatok. Ne veszélj. De még így is szerencsések voltunk idén télen. Azt mondod? Azt. El se tudom mondani, milyen jól jártunk az új terepjáróban. Igen. Ha mondom, az életünk is egy csapásra sokkal a könnyebbé vált. Nekem mondod. Volna az asszonyat. Egy rakás gondtól szabadultunk. Ha tehetném, én se kínlódnék. Nem kell reggelente szenvedni, hogy nem indul a kocsi, nem kell annyi havat ellapátolni, hogy ki tudjak állni, és még sorolhatnám. Nagy segítség, ez főleg, ha öregszik az ember. Nekem elhiheted, nem a levegőbe beszélek. Csak nem úgy csészik. De, tavaly vettük Glasgow-ban. Tényleg? Bizony. Nagyon szép. Ugye, köszönöm. El se hinnéd, milyen olcsó volt, pedig nagyon jó minőségű. Kértek még kávét? Szótlan vagy. Csak nincs baj. Há? Csak elgondolkodtam. A kanapétokon. Mennyi volt? A kanapét kérdezed? Nem is emlékszem. Hát te, Magnus? Szeretnéd megvenni, Linur? Persze. Ezt nevezem én király kanapénak. Írtó kényelmesülni rajta. És hogy férne el anyád házában? Láttátok a tavaly karácsonyi házi videót? Nem. Apa, még te sem láttad? Vetíts le neki. Nem emlékszem rá. Én mondom. Az az érzésem, hogy beleszerettem az új Toyotába. Leírhatatlanul jó. Lefogadnám. Ja igen, emlékszem már, és nem hazudtam. Isteni, ez a sütemény. Linur, nem jönnél segíteni? Te is, szívem. Vigyázz magadra. Rajta legyen a szemed nekem új évig. Jó, semmi gond. Ugyan hisz, ismersz, anya. Ad csak egy puszit. Sigrunk is puszilom meg a nagyit ott az Isten háta mögött. Kvamstangiban laknak.
Megfagyok. Köszöntünk Szibériában. Azért vagy csak be, hogy itt jó. Persze, nincs annyi medve. Megmondjam, miért jó itt élni. Nincsenek kártevők. Kivéve Klinót. Kap be! Mindjárt kellemesebb. Nincsenek kártevők, se fák, se semmi. Csak azért élnek itt emberek, mert itt születtek. Hát ez egy szellemváros. Itt a kísértetek is megfagynak. Hagyd békén, Tröst úr. Így van, szégyeld magad, te disznó. Hello, csinos vagy. Kösz. Linurt nem láttad? Mennyit akarsz érte? Miért? Hát a ruhádért. Fel szeretnél csípni? Udvarolsz vagy nem? Mit képzelsz? Na gyere. Gyere, komoly. Tröst úr, fogd. Szia. Kösz a karácsonyi ajándékot. Mit beszélsz? Kösz a karácsonyi ajándékot. Á, nem tesz semmit. Nem láttad Lolát? Na. Lolát? Az kicsoda? Tudod, olyan ismerős féle. Anyámnak valami barátnője. Te szórakozni jársz az anyád barátnőjével? Igen, valahogy úgy. Te teljesen megvesztél. Mi bajod van, hülye? Mi van? Neked elmentek otthonról. Reykjavik olyan, mint Szibéria kicsiben. Jeges szél, hófúvás, sötétség, sehol egy madár. Soha véget nem érő ítéletidő, ami elcsigáz. Csípi az arcod, fagyos havat spriccel a szemedbe. Itt még a szellemek is halálra unják magukat. Nem tetszik. Azt akarja elérni, hogy hiányozzon. Teljesen a megszállottjává akar tenni. Az ilyenekben sosem lehet megbízni. Jeg. Jó. Adsz egy cigit? Persze, vegyél. Szóval itt a kis szentélyed. Veled meg mi történt az este? Kámforrá váltál. Igen, belebotlottam egy társaságba, és elvittek egy buliba. Olyan helyre mentünk, ahová olyan csatornákon kell menni. Akronis. Akronis. Ja. És jó volt? De még mennyire. Hoppá. És te merre jártál? Én? Ha? Nem voltam sehol. Itthon ültem, videóztam. Jártál már Akronisban? Csak láttam egyszer, képeslapon. Ez nem lehet igaz. Nem csinál sokat, mi? Ugye tudod, hogy a világon más is van, mint Reykjavikban flangálni? Tényleg? Igen, tényleg. Olyan vagy, mint valami remete. Ha? Éldegélsz anyuci kényelmes kis kolostorában.
Bár van ebben egy cuki dolog. Még kisfiú vagy. Igen. És mit szoktál forgatni a pici fejedben? Nem tudod? Amikor én még kislány voltam. Kösz. Gyere már! Lemaradsz az egészről! Nem, tévé sokkal jobban látunk, sokkal élethűbb! Linur, kocincsunk! Jó, egy kis pesgő megfelel! Jaj! Hoppá! Ó, milyen édes kis poharak! Köszi! Boldog új évet! Boldog új évet, meg ilyenek! Mondd csak, milyen a szerelmi életed mostanában? Tessék! A lányjal, akitől azt a szép pulcsikát kaptad. Ki? Hofi? Igen. Szerintem rendesen rád pörgött az a csaj. De igen. Dehogy is. Mi a baj? Nem elég jó vele? Adjuk. Nem jó vele? Viszont! Te volnál Klinur nővére? Elnézést hangosabban, mert nem értem. Semmi baj. Egy külföldi? Hogy tetszik Izland? Klassz! Gyönyörű, nem igaz? Ez az év nagyon szép lesz, nekem elhiheti. Ugyanis most jön az elvonóból. Egészség! Csirió! Na hát, mintha Afrikában volnánk. Igen, muszáj így fűteni, mert Erik megdögli. Lola! Tristur! Ki ez az Erik? Új állat, kassza az új évi sityakor. De volt. Hát te hogy kerülsz ide? Gödölj meg, bunkó! Ó, oh. Lola! Igen? Bemutatom Hófi. Hófi, ő itt Lola. Nagyon örülök. Te vagy Betty barátnője? Igen. Ő itt a bátyám. Nagyon örvendek. Beszéli a nyelvünket. Napról napra jobban. Nem talált jobb helyet, mint ezt a hideg és távoli éjszakot. Szóval, mi lesz az új évi fogadalmad az idény, Linur? Csak a szokásos, hogy délnél nem alszom tovább. Akár az ágyából is kimászik. Egyébként ma meglestem Hínúrt. Sötétedés előtt kidugta az orrát. Na, várj! És még a szemetet is magával vitte, na. Biztos te vagy ilyen jó hatással rá. Lehet, ki tudja. Hát, ha egy szép napon felkerekedik, és elindul szerencsét próbálni a széles nagyvilágba, és keres magának egy saját kis zugot. Vagy úgy, szóval ez jár a fejedben, Hínúr? Egy frászt. Nem ismersz véletlenül olyat, aki szívesen törődne vele? Nem. Nem? Viszont ismerek egy facér barátnőt. Nem. Ő szerintem nem az a fajta. Nem csajozik. Ó, ezeknél sosem lehet tudni. Igazad van. Én is alig bírok eligazodni rajta. Tényleg? Te aztán jól tudod, mi a különbség az egyes nemek közt. Ugye? Hát, azért mondom, mert leszbikus vagyok. Leszbi vagy? Komolyan? Hófi, légy szíves. Nem veled beszélgetek. Igazad van. Léci, mesélj, hogy milyen. Mindig is kíváncsi voltam rá. Érdekel, hogy milyen. Csak egyféleképpen tudom megmutatni neked, cicuka. Beszállhatok? Nem, grupit nem vállalok. Ne rángass! Egy kicsit le kéne hűteni Klinurt. Fejezzétek már, bersek! Ne izgass magad, víz csak rá. Ja, innen haragudj. Linur,
De ne lépj nekem, a buli csak most kezdődik. Még egy csomóval jönnek. Ne izélj már, haver. Linor. Ó, nem lépek le, mindjárt jövök. Ja, várj, Linor. Valamit meg kell beszélnünk. Mond. Hát nem fontos, majd holnap. Helyes. Mi van? Tököm ki van. Jó, neked. Várj. Hallod, Linor, figyelj. Négy szem közt. Klino. Mi van? Tudod, mi derült ki Erikről? Nem én, mi? Erik lány, nem fiú. Oh. Nem semmi mi. Oltári, tényleg. Erik nőstény, haver. Nem kéne ki cserélni? Mi? Kiherélni? Nevet cserélni. Jó, nevét. Hát jó van, de... Ne hívjuk Erikának, jó. Mi? Jó, szuper, legyen. Hallott, Lino? Mond. Figyelj, ami Hófit illeti. Jól van, majd menjünk később. Menjünk már. Nem, nem kell. Induljunk. Fröstú. Hello. Na, Szióka. Azt hiszem, te ilyenkor alszol. Boldog új évet. Ja, kösz. Na, tényleg. Neked is. Jól mulattatok? Milyen volt a szilveszteretek? Egynek elment. Jó volt. Igen? Voltatok bulizni? Hogy? Ja, buliba voltunk. Ja! És milyen volt? Amilyen szokott. És Lolát befűzted? Hogyan? Ja, a buliba persze elhívtam. És... Hogy mulattatok? Ahogy szoktunk, szépen, csendesen. Az jó. Kimentünk a görög tűzre, és meglátogattuk a nagyit. Tudod, hogy nem igen jár sehová. Aha. Néztük a szilveszteri kabarét. Szegény már a felét sem értette. Egyik fülén be, a másikon ki. Pedig szerintem vicces volt. Nem néztétek? De csak nálunk kevésbé volt poénos. Nem tetszett? Nem. Elvagyis, de Lola sokat nevetett rajta. Pont Lola? Aha. Lola veled van? Hogy? Már hogy lenne. Biztos alszik még. Jó, akkor hagyd. Mondd meg, hogy puszilom. Majd holnap megyek. Hol van? Akkor szia, kisfiam. Mindenki üdvözöl. Én is őket. Jó legyél. Hé, hey, te meg mit művelsz? Semmit. Anyukát hívott telefonon? Igen. Na és mit üzent? Puszil téged, és hogy holnap hazajön. Ah, már holnap. A pongyolája van rajtad. Nagyon jól áll. Néha olyan pervers tud lenni. Tényleg? Mi bajod van? Nincs semmi.
Nem akarod elmondani? Nem tudok bagózni, meg dumálni is egyszerre. Jól van. Kóla maradt még? A frigóban. Köszönöm. Lola olyan volt, mint egy megszállott. Vajon minden biszexuális ilyen? Így tört elő belőle a férfi. Ha őt vesszük alapul, mármint, hogy milyen extázisban volt, hozzá képest csupán spermadonor lehettem. Lehet, hogy a szexet nem is férfiaknak találták ki. Klin úr? Szia. Ülj csak le ide. Volna egy kis beszédem veled. Ez elengedhetetlen? Igen, attól tartok. Lolával már megtárgyaltuk. És mit? Azt hiszem, mindketten tudjuk, miről van szó. Úgy gondolod? Igen, bízom benne, Klin úr. Az a legkevesebb, hogy őszinték legyünk egymáshoz. Ha annyira ragaszkodsz hozzá, de esküszöm, hogy nem volt... Ne haragudj, Klin úr, de ez nekem sem túl könnyű. Az emberek a szájukra vesznek. Kik? Kisfiam. Szerelmes vagyok Lolába. Hogy? Azt hittem... Beleszerettél Lolába? Igen. Meg tudod érteni? Hogy szereted Lolát? Igen. Ez azt jelenti, hogy leszbikus vagy? Igen, így szokás mondani. Hát nem is tudom. Ezek szerint az, hogy mi ketten nem is... Úgy értem, ha neked jó, akkor az vagy, ami vagy. Én nem bánom. Nekem 8. 8? Ja. Még csak nem is forcsállod. Valószínűleg időbe telt, még rájöttél, nem? Te döntöttél így, nem? De így igaz. Különben is csak ízlés dolga. Nem kell ebből akkora ügyet csinálni. Te tudod, mit akarsz. Örülök, hogy ezt mondod. Köszönöm, kisfiam. Szóra sem érdemes. Komolyan. Nem izgat. El sem hiszed, mekkora kő esett le a szívemről. Semmiség. Kösz. Jó. Klin úr, most jut eszembe. Megint küldtek neked levelet a munkaközvetítőből. Felhívhatnád őket, nem? Állati. Anyámmal ugyanarra fája fogunk. Elvégre bárkivel megeshet, hogy véletlenül megdugja egy családtagját. Hogy szólítsam ezután Lolát? Műfaternak. Klin úr Björn Haftenson? Jelen. Maga Klin úr? Én, ha jól emlékszem. Értem. Persze, ki tudja.
Talált magának valamit? Nem igen. Ja, de... Hogy? Anyám barátnőjét. Tessék? Lefeküdtem vele szilveszterkor. Anyám épp elutazott, a nagyihoz. Véletlen volt, nem direkt. Nincs túl sok jövőnk együtt. Berúgtunk. Mit gondol? Elmondjam neki? Kinek? Anyámnak. Illene elmondani? Fogalmam sincs. Amúgy sincs semmi közöm magukhoz. Tűrné családon belül a házasság törést? Ugye tud róla, hogy 5 levelet kapott tőlünk az utóbbi 1 hónapban. Ön férnél van? Na, tegyük fel, hogy házasságban él. Nem voltunk túlságosan együttműködők, fiatalember. Lehet, na, de most képzelje el, hogy férnél volt, és mondjuk elvált. De van egy lánya, aki összeszűri a levet a mostoha apjával. Maga hogy viselni a dolgot? Írja alá, kérem. Bocs, csak apró volt. Maga meg mit csinál itt? Pénzt dobtam be, lejárt az óra. Ez a kocsi is a magáé? Nem. Akkor miért dob be pénzt? Néha másokra is kell gondolni. Lin úr! Lin úr! Itt egy hibbant. Siessenek! Beszélnünk kéne. Itt vagyok, hallak. Öné ez a gépkocsi? Semmi köze hozzá! Hékás, fejezze be, de rögtön! Ezt nem teheti! Nem! Nem. Tiltja a törvény, hogy pénzt dobjak az órákba? Nem szokás ilyesmit tenni. Nem vonulhatnánk félre, itt nem lehet beszélgetni. Most? Most. Ilyen fontos? Igen. Azt állítja, hogy tilos? Ha nem is tilos, de nem illendő. Jutalékot kap érte? Nem. Élvezetből büntet másokat? Lin úr! Sérteget? Csak a munkámat szeretném végezni. Vele sosem lehet normálisan beszélgetni. Elrontom a maga munkáját? Elhát! Ha ezt csinálja, felesleges leszek. Vagyis munkanélküli. Hát jó, ha neked ez kell, terhes vagyok. És ha nem kell? Tessék? Terhes vagy. Az. Ki az apja? Mégis mit gondolsz, ki az apja? Én? Az hogy lehet? Hármat találgathatsz, te hülye! Fiacskám, jöjjön velem, kérem. Én? Hogy? Húztam kotont. Nem kell itt a balhé. Na de hogy? Jöjjön szépen. Én ezt nem értem. Őrizetbe veszem, csigavé. Minden jót. Anyám szabad napot vett ki. Ilyen jól állunk anyagilag, egy kis lámúr, és már is itthon maradunk. Hófi már keresett. Mondtam, hogy még alszol. És majd visszahívod. Dr. Pállánya vagy, nem? A fogorvosé. Hogy is hívják? Ha-ho. Most mihez kezdesz? Én? Hogy visszahívom-e Hófit? Dehogy is. A jövőddel? Jaj, a jövőmmel. Mit tudom én? Azt hiszem, nem olyan családban nőttem fel, ahol a gyerekeket oktatófilm elé ültetik. Lin úr! Biztos van valami elképzelésed. Kell, hogy legyen. Nem, nincs túl sok. Egész életedben segélyekből akarsz élni. Miért is ne? Mi lenne, ha mindenki a te példádat követné? Miféle társadalom volna ez? Mondd csak! Pedig a nagy átlag pontosan ezt csinálja, vagy nem? Most mi lenne, ha hirtelen tönkre menne a májad? Mi lenne? Bekrepálsz? Nem krepálnék be. Gondolom bevonulnék az elvonóba néhány évre, és majd csak kisütnék valamit.
Klinur, komolyan mondtam. Képzeld én is. Na! Au! Anya, hallod, azért fizet a fater gyerektartás, nem? Egy darabig abból élnék. Gyerektartásból? Igen. 25 éves voltál, mikor elváltunk. És mennyi gyerektartást kaptunk? Semennyit, nekünk nem járt. Csak 16 év alatti gyerekek után adják. Te még nem vagy 16. Az igaz, hogy már elmúltam 16. De tényleg, a munkanélküli segély akkora kortól megillet engem. És ha az már nem jár, jogosult vagyok a nyugdíjra. Istenem, milyen jól kifundálták, nem igaz? Ez aztán a jól működő rendszer. Ki tudja, ez sem tart örökké. Hamarosan te fizetsz gyerektartást. Bocs, de mennyire előre haladott az állapotod? Előre haladott? Úgy beszélsz rólam, mintha leprás lennék. Ne úgy fog fel, mint egy halálos betegséget. Ha annyira érdekel, 6 hetes terhes vagyok. És mit csinálsz? Megtartom. Ez már biztos? Igen. Ez észbontó. Én azt hittem, különben... Jaj, Lin úr, meg fogom tartani a babát, és kész. Augusztus 22-ére írtak ki. Remélem, aznap nincs más dolgok. Add meg. Megvolt. Ez egyáltalán nem vicces, Lin úr. Higgadj le. Ne nyugtatgass. Tudom, hogy ez komoly dolog. Egyébként biztos, hogy az enyém? Igen. Nem lehet, hogy másé? Nem! Lin úr! Jó napot! Ezek szerint te vagy, Lin úr? Aha. Végre látom a képet. Ne vigyünk el téged. Nem kell, köszönöm. Rám fér egy kis gyaloglás. Egyszer ugorját vacsorára. Hogy jobban megismerjelek. Felőlem? Nekem mindegy, bármikor jó. Holnap megfelel? Pont holnap? Ja, holnap várunk. Estére? Aha, meghívlak. Hétre készülj össze, érted, megyek. Ez a legdurvább büntetés. Jó pofizni a vacsorához gazdagéknál. Soha többé nem fekszem le nővel. Snob villa, négyzetméternyi márványlapok, a konyhából terjengő édes sertéshús illat, a pacemakerek elemeinek halk zizegése, a kosárban szűkölő aranyvizsla és a reformkaják toroskadozó hűtőszekrény púgása. Mindez a szegények édességre pazarolt apró pénzéből. Használtam kotont. Nyugodtan kéne viselnem. A lepedő akrobatikának vége. Klin úr? Hú, de utálom az embereket. Legalábbis az élőket. Pláne az ágyban. Figyelj csak, Klin úr. Anyukád bevallotta, hogy leszbi. Gratulálok. Könyörgök, ne szóljatok hozzám. Thank you.
Vadmarha! Lin úr! Hogy kerülsz te ide? Egy pappal akartam tisztázni a helyzetet. Akkor menj oda és kérdezd meg. Csak előbb szerettem volna gratulálni neked. És mihez gratulálsz? Az eljegyzésedhez, hogy anyámmal összejöttetek. Végül mégis elgondolkodtál? És az mi volt egyébként? Micsoda mi volt? Közöttünk, akkor éjjel. Az baleset. Milyen baleset? Mint egy tömegszerencsétlenség? Csak neked nem esett bajod. Valakinek annál inkább. Mi van? Én józan voltam, te meg részeg. Most mi bajod van? Hogy mi? Nem érted? Még sosem csaltam meg az anyámat. Állj! Szerintem fogalma sincs róla, hogy kivel fekszel. Micsoda? Még akkor sem haza barátnője. Most rám akarod kenni? A romlott Lolára? Mert te olyan kis béna és ártatlan vagy, Linul. Jól mondom? Menj a francba! Igen, eltaláltad. És hogy adagolnád be anyámnak? Egy kicsit zavaros a dolog. Lefekszel egy ilyen férfival? Szégyelhetnéd magad, vagy nem? Dugd fel! Neked már feldugtam! De nem én akartam! Csöpög rám a nyálad egész nap! Koslott a seggembe, mint egy kanos pincsi kutya! De be is jött, vagy nem? Nem vagy képes normális emberi kapcsolatot teremteni! Ez a te bajod! A kommunikációs készséged arra redukálódik, ami a műholdvevőn történik! Egész éjjel pornofilmeket bámulsz! Két lábon járó csőttömeg vagy, és túl hülye, hogy ezt felfogd. Már nem vagy 17 éves! Térj észre, ébresztő! Keríts magadnak életcélt! Kezd már végre élni! Hogy kezdjek el élni? Mi az az élet? Hát ez. Ez nem igazán köt le. Még szép, hogy nem. Hihetetlen egy csaj vagy, tudod? Szédületes egy tyúk. Köszi. Nem csoda, hogy anyám kivetkőzött magából egy ilyen boszorka miatt. Ki ne tenné meg. Még én is lennék leszbi, ha tehetném. Miért kell ennyire kínozni? Amúgy mi az a nagy különbség köztem és anyám közt? Az ágyban. Mire mentél a kíváncsiságoddal? Hogy értékelnéd egy 10-es skálán? Ha? Mi? Fejezd be. Lola, ha? Elmondtad már a jó hírt? Tényleg. Terhes vagyok. Micsoda? Hát ez nem lehet igaz. Mi ez valami összeesküvés? Nem tőled van a gyerek. Nem, hát kitől? Másé. Igen? Anyukáddal kisbabát akartunk, és én elintéztem. Kitől van? Úgy sem ismered. Eresz már! Gondolom, ennek semmi köze ahhoz a bulihoz, ami a csatornáknál volt. De! A fiút felneveljük. Közösen. Fiút? Igen. Voltunk ultrahangon. Kisfiú lesz. Képzeld csak el, Linur. Lesz egy kisöcséd. Kisöcsém? Hát ez aztán... ez tényleg nem semmi. Szia, kicsik, Linur! Hadd gratuláljak, hallom, anyuci kiugrott végre a bokorból. Bátor kislány! Igazából én ugrasztottam ki onnan. Komolyan? Nem.
ne beszélj, akkor te is a bokorban voltál, és milyen érzés, kis szívem? Micsoda, milyen érzés? Együtt bújni a bokorba, anyuci vált. Kukucs! Nekem szólj először, ha szint akarsz hallani. Ki az apja? Tessék? Aki felcsinált téged. Mármint a donor. Jaj, hát persze, a donor. Így mondják manapság. Milyen volt Lola? Milyen lehet egy sperma donorral? Ne izgasd magad. Na, hát csak kíváncsi volnék rá. Van benne gyakorlatod? Linur, fejezd be, kérlek, nem a te dolgod. Én csupán miattad aggódom. Mire célzol ezzel? Hát, ha szeretnél még egyszer szülni. Mire jó ez, mond csak. Mi ütött beléd, mi? Nagyon klassz dolog lehet sperma donornak lenni. Szívesen vállalnám. Ezt mond a munkaközvetítőnél. Lehet, hogy külön elbírálnák neked. Tényleg? De nem sokat mondhatnának az alkalmasságomról, igaz? Talán van szakszervezetük is? Vagy csak ez önkéntes alapon történik? Elég volt! Na és mennyi dohány van ebben? Dohány. Igen. Alkalmanként fizetnek? Vagy minőségre? Van egy kúrógépük? Ide hallgass, te mocskos kis ingyen élő! Anyukáddal nagyon szeretnénk ezt a gyereket közösen, érted? Lehet, hogy ez az utolsó lehetőségem az életben. Mi a francért cseszegetsz engem? Miért nem mondod el neki, mi történt? Neked kéne! Előbb-utóbb úgy is megtudja, mondd csak el! Légy férfi! Anyukám! Linur, mit akarsz elérni? Ne csináld ezt, jó? Majd csak megemészted. Úgy is szükség lesz a helyre, nem? A képregényeket nekiadom. A számítógépért majd jövök, addig használhatja is. Ne teszed. Szóljatok, ha kíváncsi lesz a pornó weboldalakra. Linur, kisfiam. Szégyenkezel miattam. Dehogy nem veled van a baj, hanem velem. Ja, ich spritze. Ich habe eine große, große Kirchenschlange. Hallod, Klinur? Klinur, hallod? Tudod, hogy kell megelőzni a korai magömlést? Gondolj az anyádra, tutira bejön, tutira. Bár a te anyád más tiszta. Lola, ellala. Ich habe eine große, große Kirchenschlange. Piálás, pocsékolás, partik, picsák, pöcsök, pornománia, húspiac, terüly-terüly asztalkán, smárolás, lucskosan tocsogó puncik, mindenki mindenkivel, mintha a nemi beteg gondozó várótermében lennél. Mindenkit ugyanaz a DNS lánchajt, abortusszagú a levegő, elvetélt gyerekek szellemei kísértenek, mint egy nem létező família családi összerőfenésén.
Szétverem a mocskos pofádat, te! Kopd már le! Mi van? Te nyomorult kis pöcsbe! A húgomban senki ne merjen itt lenni! Hallod? Tessék! Ki az? Szia, Hufi. Hlin úr? Aha. Csak érdekelt, hogy jól vagy-e. Jól? Megtartottad? Nem. Elvetetted? El. És velem meg sem beszélted? Nem. Miért? Talán meg kellett volna? Mit tudom én. Gondolkodnom kellett rajta. Ha ettől jobban érzed magad, nem is a te gyereked volt. Nem. Nem hát. Ezt hogy érted, hogy nem az enyém volt? Fél éve nyomaszt a tudat erre, kiderül, hogy nem is tőlem volt. Most akkor melyikben vagy ennyire biztos? Haló? Hófi, itt vagy? Tessék! Haló! Te gyalogbéka! Nem adnál egy szál cigit? Ezt nevezette ciginek, öregem! Mással nem szolgálhatok hajnalok hajnalán. Rá se ráncs, jobb, mint a semmi. Mi lehet belőle? Ó, bocs, folytassátok csak. Csak nyugodtan, nem zavar. Hé, te! Mi a francot csinálsz? Takarodj el innen, de sürgősen! Ugyan miért? Vak vagy, nem látod, mit csinálunk? Jézusom! Jézusom! Zavarnál ki ezt a köcsögöt! Nem baj, hogyha rágyújtok, ugye? Ha már ide toltad a pofát, legalább fogd be! Ebből klassz dokumentumfilm lenne. Az izlandi közös ülésről. Hallod? Szerintetek ilyen a hagyományos izlandi szex, mi? Pervers buzi! És törődj vele! Most komolyan, hát ez tök király. A természet gyermekei. Jó kis sorozat lenne belőle. Világ polgárai, közösüljetek! A dánok hogy csinálják? Minden néger épp bazi nagy? A japcsiké meg kicsi? Vajon hogy élveznek el a muszlim nők? Hogyha egyáltalán elélveznek. Milyen lehet a zsidó orális szex? Tanulmányozta már valaki? Egész jó kis téma lenne. Összevető szexológiai tanulmány. Elég! Bazd meg!
Dögölj meg! Húzd el innen a beled! Egy percet kapsz rá, te pervers disznó! Kifelé! Kifelé! Takarodj! Takarodj innen! Tűnj már el! Menj innen! Menj innen! Hé, várj csak! Te itt laksz, ugye? Segítenél kitenni ezt az alakot? Be, te ide a fene, és az bámulja, amit csinálunk, a perverz állat! Mit képzelsz? Azt hiszed, valami szexműsor folyik itt, te görény! Nem volt egy túl akciódús numera. Még te beszélsz? Ah, vannak sokkal izgalmasabb pózok is. Mi van? Az ágyamban csináltátok? Én nem. Én nem. Ali! Tessék. Amúgy... régóta jártok? Nyár óta. Igen? Az kb. 7 hónap. 7-nek a fele, 3,5. Te hányast kaptál? Nem lehet igaz, Oli. És ráadásul az én ágyamban. Durva. Nem tudom, jobb lesz-e tőle, de... nem voltak valami nagy szám együtt, tudod? Sőt, kimondottan unalmasak. És én még azt hittem, szeretem. Az jó. Egyébként rendes rácnak látszott. Klassz a fülbevalója. Igen. Jól áll neki, mi? Tőlem kapta. Tényleg? Hol vetted? Floridában. Komolyan? Orlandóban, ugye? Nem, Tampában. Vigyázz! Ne arra kutyj! Na, semmi vész. Van gyakorlatom az ilyesmiben. Sok emberrel van dolgom. Főleg sírónőkkel. Te más vagy. Édes kis szemű fénye. Ha Lola lesz az anyukája, akkor az anyám az apukája. Én pedig a bátyuskája. Egyben az apja is. Mellesleg az apja fia, aki nem más, mint a nagyanyja fia. Ráadásul az anyja régi szeretője. Hogy fog majd szólítani? Lénor. Rettenetesen nézel ki. Bent van Lolával. Legalább köszönj be. Nem fáradt, később visszajövök. Nem. Gyere csak. Ne légy szégyenlős. Nézd ki, jött Lenore. Szia. Jól vanna. Látod? Tessék. Jaj, ne már. Fogd csak meg nyugodtan. Nézd, milyen pisze kis nózia van. Lenornak ugyanilyen volt, amikor megszületett. Igaz, kisfiam? Kösz, hogy bejöttél. Az écben az a legrosszabb, hogy öngyilkosságnak baromi lassú halál.
Köszönjük, hogy eljöttetek. Gratulálunk. Köszönjük. Mind itt vannak. A leszbikus anyám és a piás apám. Akkor én mi vagyok? Egy leszbi és egy alkesz fattya? Mintha két külön madárfajtól származnék. Az alkesz madártól, meg a leszbitől. Az alkesz madár nedves égővi faj. Nehézkes testalkatú, hosszú nekifutás kell neki a felemelkedéshez. Nagy távolságot képes megtenni, és jó az álló képessége. Hetekig tart, amíg ismét visszatalál a földre. Közben meghúzza magát és védekező életmódot folytat, különösen a földetérést követő napokban. A leszbi madár az alkesszel ellentétben relatíve új jövevény az izlandi tájon. Feltehetőleg Dániából és Angliából származik, majd meghonosodott. A hím madárral mindössze a párzás erejéig hajlandó foglalkozni. Újabban megfigyelhető olyan hímegyed, amelyik teljesen képtelen repülni. Ez a leszbi és az alkesz madár utódja, a Hlinur. Szokatlanul nehezen alkalmazkodó egyed, repülésre képtelen, így élete első 30 évét anyja szárnyai alatt tölti. A Hlinur természetéből fakadóan félénk, de ártalmatlan. A mi urunk védelmezzen téged ettől a pillanattól fogva mindörökkön örökké. Kísérjen a homlokodra és a mellkasodra írt Szent Kereszt annak tanúságául, hogy a tudatod és a lelked egyaránt a keresztségbe és a mi urunk Jézus Krisztus feltámadásába vetett hitednek szenteltetett. Hogy hívják a gyermeket? Kristin Milagros. Kristin Milagros. Kristin Milagros. Most megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istennek nevében. Ámen. Anyukám, bocsáss meg. Ha egy halottnak is hiányozhat valaki nekem, te biztosan nagyon fogsz. Utóirat. Tőlem van a gyerek. Mostantól nincs értelme annak a kérdésnek, hogy ilyen vagy olyan, sötét vagy világos, helyes vagy helytelen, jó vagy rossz. Minden helyes és helytelen is egyszerre. Jó is, meg rossz is. Minden olyan, amilyen. Na, én megyek dolgozni, adj egy puszit. Gyere, kis cukorfalat. Mondd, hogy pápá, nem? Na jó. Sziasztok. Megyünk felöltözni. Kristen. Mondd, hogy mama. Á, nem. El fogsz késni.
Magyar hangok. Széles Tamás, Kis Virág, Menszátor Magdolna, Dolmány Attila, Major Melinda, Bognár Tamás, Rudas István, Szülőskei Tímea, Izsóf Vilmos, Várnagy Katalin, Erdélyi Mari, Szatmári Attila. Magyar szöveg Laj Gábor, hangmérnök Kertész Csaba, vágó Vünc Attila, gyártásvezető Molnár Melinda, rendezőasszisztens Horváth Lencsi, szinkronrendező Földi Tamás. A szinkron az Odeon Art Video megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült 2003-ban. Forgalmazza az Odeon Art Video.